A napokban új adományosztó pontot adott át az önkormányzat, mely a Nagytétényi út 68 szám alatt található. Szerettük volna, hogy nem csak Nagytétényben van egy olyan pont, ahol ki tudjuk osztani ezeket a adományokat, hanem itt Budafokon is, hiszen pont azoknak, akik esetleg rászorulnak erre, nehezebb lehet a közlekedés. Ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy hála Istennek egyre több olyan partnert sikerül a szolgálatnak bevonnia, akik adományokkal segítik a munkánkat. Ez azt jelenti, hogy akár az élelmiszerbank, akár belkimásról beszélünk, akár élelmiszerek, akár ruházat, akár ágynemük, bármilyen háztartási cikk, egyre több dolgot ajánlanak fel az emberek, ami kiválóan hasznosítható, és ehhez bizony hely kell. Úgyhogy ez volt az egyik gondolatunk mögötte, hogy szerettünk volna egy újabb pontot létrehozni. A kultúrált szépen berendezett helyiségben külön polcokon vannak a női, férfi, valamint a gyermekruhák. Naponta átlagosan 50 rászoruló család látogat el az adományosztó pontra. Az élelmiszer adományaink összeg ebben az évben már 63 ezer kiló volt, amit 36 millió forint értékben osztottuk ki. És azért tulajdonképpen még nem járunk az év felénél. Tehát én azt gondolom, hogy ez a lakosság megsegítésének egy nagyon nagy szerepe, hogy mi ennyi árut ki tudunk osztani. Az élelmiszerbankkal kötöttünk szerződést, és az élelmiszerbank köt össze bennünket különböző szolgáltatókkal, a Kamponában lévő Tesco áruházzal, az Aldi áruházzal, illetve most kapcsolódott egy új adományozó a KFC, ami húsárukat ad. Időnként kapunk fagyasztott nagy mennyiségű készételeket, amiket osztunk, tehát azt gondolom, hogy ez elég széles választék. Aki szeretne jó minőségű, de már számára megunt ruhákat, könyveket, játékokat, vagy használati tárgyakat felajánlani, akkor hétköznap 8 órától délután 4 óráig ezt megteheti a Nagytétényi út 68 szám alatt. Adományokat hétköznapokon 10 órától 16 óráig lehet átvenni.